Több ezer bevándorló indult el Dél-Mexikóból az Egyesült Államok felé. A jó részt Haiti és venezuelai migránsokból álló tömeg menetét az amerikai államok szervezetének Los Angeles-i csúcs találkozójának kezdetére időzítették. A migránsok képviselői azt mondták, így akarják ügyükre felhívni a figyelmet, mert a mexikói hatóságok ellehetetlenítik az életüket. Hogy mit kérek az Egyesült Államoktól? Hogy segítsenek nekünk, hogy támogassanak minket. A legjobb persze az lenne, ha megoldódna a venezuelai helyzet. Szívesen visszatérnénk a szülőföldünkre, régóta erre vágyom a legjobban, mondja ez a nő a menekült táborként üzemelő Chiapasi Álvaro Obregón sportkomplexumban. Egy másik nő arról beszél, hogy szörnyű és kimerítő volt átjönni a dzsungelen, de megtették azért, hogy jobb életet biztosítsanak a gyermekeiknek és maguknak. Az élet borzalmas Venezuelában, ha jobb lenne, nem hagyták volna el a hazájukat. Az amerikai államok szervezetének csúcs találkozóján a mexikói elnök nem vesz részt, mert nem hívták meg a térség minden országának állam és kormányfőjét. Washington nem küldött meghívót Venezuela, Kuba és Nicaragua vezetőinek, mert amerikai álláspont szerint országuk nem tartja tiszteletben a demokratikus értékrendet.